Egy éve hatalmas sikere volt annak az ékszer bemutatónak, amit Nyíregyházán tartottak a Vidor Fesztivál ideje alatt. Gyönyörű egyedi kézzel készített ékszereket, porcelán ékszereket mutattak be nyíregyházi ismert televíziós személyiségek, színésznők és sportolók. Ezeket az ékszereket hoztál most stúdiónkba, Pap Erzsébet és Piszár Tünde. Meséljetek nekünk kicsit erről a gyönyörű kollekcióról, mit láthatunk itt pontosan? Ezek mindegyike kézzel készült porcelán ékszer, manufaktúrában készült, tehát teljesen manufakturális eljárással, ami annyit jelent, hogy magát a darabot, a kész darabot az elejétől a végéig teljesen kézzel készítik. A kézi festés 21 karátos aranyal és 23 karátos platinával kerül rá az ékszerekre. Én ezt már jól tudom, hogy ezeket a gyönyörű ékszereket te készíted, de meséljünk egy kicsit a nézőknek is arról, hogyan készülnek, hogyan születnek meg egyáltalán a fejedben ezek az alkotások? Hiszen alkotásokat láthatunk az ékszereken. Igen. Ezek az ékszerek több ember kezemunkája eredményei. Én tervezem őket, az én ötleteim alapján készülnek, de a manufaktúra az, ahol vannak porcelánkészítő szakemberek, és ott készül el maga a darab is, és azon a dekoráció, a porcelánfestés is. Mi inspirál ilyenkor téged? Hát különböző dolgok, de elsősorban mindig a magyarság és az abból, annak a gyökeréből eredendő dolgok. Gondolok itt a tradicionális motívumokra, amik folyamatosan megjelennek a termékeinken. Tehát ilyen, hogy sárközi, matyó, palóc, székely, stb. Motívumok, és ezek azért nagyon jók, mert van miből meríteni, tehát óriási az, amiből választhatunk. Nagyon-nagyon sok még a feldolgozatlan téma és anyag, és ennek nagyon örülünk, de ugyanígy az őserő kollekció például, ami a magyarok eredetét dolgozza föl, az is még csak a szkíta, a hun és az avar, vagy a honfoglaláskori dolgokat dolgozta fel, úgyhogy még ott is van bőven miből választani. Tünde, téged a televíziós nézőknek nem kell már bemutatni, hiszen akár a stílustanácsokról, akár műsorvezetőként jól ismerhetnek téged. Miért tartottad fontosnak azt, hogy szerepet vállalj ebben az ékszer bemutatóban? Hát ez egy igen összetett kérdés, de hogyha nagyon egyszerűen szeretnék válaszolni, akkor azt mondom, hogy nőként imádom a szép ékszereket, de szerintem ezzel nagyon sok nő így van. Aztán, hogyha egy kicsit mélyebbre megyünk, szeretem, ha egy ékszer különleges, egyedi, kifejezi azt, aki én vagyok. Na most ezek közül, az ékszerek közül nagyon sok olyat találunk, amelyekkel az ember nagyon könnyen tud azonosulni. És itt a legfontosabb mondani valója az egésznek, hogy a magyarságunk, amiről Böbe is beszélt, hogy ezekkel az ékszerekkel úgy tudsz azonosulni, hogy a gyökereiddel képviseled azt, hogy gyakorlatilag te hova tartozol. Felveszel egy ilyen ékszert, és egyszerre vagy divatos, és mégis hagyománytisztelő, hagyományőrző. Úgy gondolom, hogy a magyaroknak, és itt férfiakra, nőkre is gondolok, mindenkinek ideje lenne felzárkózni egy kicsit ezen a téren is, hogy vállaljuk fel azt, akik mi vagyunk. Míg látjuk, hogy Amerikában felveszik a fiatalok, de idősebbek is az amerikai zászlós pólókat, ruhákat. Mi megijedünk egy akár matyó mintától, vagy egy ilyen ékszertől, ami rajtam van. Egyszerűen úgy gondoljuk, hogy ez nem fér bele a hétköznapokba, nem fér bele az alkalmakba, dehogy nem. Simán el tudok képzelni egy ilyen nyakláncot farmerral, és miért ne? Biztos, hogy jól állna. Tehát ennek van egy ilyen üzenete is, és ezért vállaltam, mert óriási megtiszteltetés, hogy részt vettek abban, hogy üzenjünk, hogy mi magyarok vagyunk, és összetartozunk, és ezt nem csak külföldön kell megmutatni, mert külföldi tapasztalataim azt mutatják, hogy a külföldi magyarok ezt nagyon értékelik, hanem itt is, hogy a fiatalok, az idősebb korosztály, és egyáltalán. Tehát ne érezzük azt, hogy mi nem vehetünk-e fel egy ilyet, hanem sőt, a mindennapokká kellene tenni, a hétköznapi öltözködés részévé kellene tenni. Nyilván vannak olyan darabok, amelyek alkalomra illenek, de ebben szerintem nekünk, akik vállaltuk, lehet egy ilyen pozitív szerepünk. Ugye ez az ékszerbemutató nagyon jó lehetőség lesz arra, hogy a nagy közönség számára is megismerhetővé váljanak ezek a motívumok, ezek a gyönyörű ékszerek. Mennyire tartjátok mondjuk fontosnak azt is, hogy egy kicsit formáljátok a szép értéket?
Hát megmondom őszintén, hogy próbáljuk formálni az emberek szépérzékét, de mindenkinek megvan a saját stílusa, amiben úgy belenyúlni idézvélben elég nehéz. Tehát mi nekünk tulajdonképpen nem az a célunk, amellett, mint amit a Tündi elmondott, és teljes mértékben egyetértek vele, nem csak az a célunk, hogy próbáljuk, ugye, hogy átformáljuk egy ilyen stílust olyan stílusúvá, hanem hogy a saját stílusában ő ezt vállalja föl, és ő ezt maga fogadja el, és tegye magáévá a maga módja szerint. Tehát itt nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy van egy kollekció, és akkor annak van egy vastag aranyozott lánca, és akkor azt nyilván egy minimalista stílusú hölgy nem fogja fölvenni, hanem találjon magának egy olyat, mert hogy van közötte olyan, ami pici, finom, elegáns, és akkor majd azt ő szívesen fölveszi. Tehát óriási a választék, úgyhogy mindenkihez tudunk szólni ilyen téren, és azért mindegyik a legkisebb ékszernek is van mögöttes tartalma. Milyen mögöttes tartalom van mondjuk ezeknél? Hát elsősorban, ahogy beszéltük, ez a magyarságnak az eredete, a tisztelete, de vannak magyar művészeknek alkotása is, amiket ugye megjelenítünk a porcelán ékszereken, mint Szász Endre, Csontvári, Szinyei, Merse Pál, tehát ezeknek a művei is megjelennek az ékszereinken. De például van egy nagyon egyszerű, mondjuk azt a életvirága, a motívum, amit az őseink hoztak keletről a Kárpát-medencébe. Ez is nagyon sok ékszeren megjelenik. Nagyon-nagyon sok rétű, sok stílusú és sokféle az ékszer. Tehát azért mindenki, ha nem is mindenki, de nagyon sok mindenki tudna találni magának benne olyat, ami szívének, lelkének tetsző. És mikor lesz pontosan az ékszer bemutató? Ez augusztus 25-én vasárnap lesz, 11:30-kor. A Kossuth téren. Kiket vártok rá, vagy milyen közönség érdeklődését keltheti fel? Hát gyakorlatilag mindenkit szeretnénk látni a színpad előtt, ugye én a színpadon leszek, bárki, kortól, korosztálytól függetlenül, nemtől függetlenül, mindenkit, aki szereti a szépet és értékeli a magyar dolgokat, a magyar termékeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk, és elhoztátok ezeket a gyönyörű ékszereket hozzánk. Mi köszönjük szépen!